a mikrofon, most már igen, köszönöm szépen. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy egy pici kis zenei aláfestéssel kezdjem meg ezt a mai tavasz köszöntő fesztivált Polgáros Mester úr jelenlétében. És akkor azt szeretném csak mondani, hogy egy kicsit úgy vagyunk, mint a vasutas azt mondja, aki lekéste a vonatot, hogy uram, ő nem lekéste a vonatot, csak időben kijött a következőhöz. Na most mi is úgy vagyunk, hogy ez a tavasz, ez bizony időben kijött, és ma már olyan gyönyörű nyár van, hogy egészen csodálatos, ilyen tavasz még nem is értem meg, hogy ilyen dúsrombóak a fák, és ilyen előre hallott gyönyörű virágban borultak a rétek. Úgyhogy most akkor hadd köszöntsem a tisztelt társaságot egy tavaszi zsongással. Köszönöm előre is a figyelmet. Köszönöm polgármester úrnak valamennyiük nevében, hogy el tudok jönni ide. Tisztelettel felkérném polgármester urat, hogy nyissa meg ezt a kis estét. Köszönöm szépen. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel művészeinket, Csák József művész urat, a Budafok-Tétény Opera és Dalstúdió vezetőjét.
meg egy is Valér zongora művész, a szintősnek állandók. Házigazdáinkat, a nagytétényi polgári kört képviseletükben, Lászlóné Varga Évvel, és mindenek előtt a mai este főszereplőit, a Budafok Tétény Opera és Dal stúdiósokat. Érdekes ez a Budafok Tétényi tavaszi fesztivál, ez az idei. Ez a 48. után Jóska is mondta az imént, de 50 éve volt az első, a Covid tett keresztbe, mint annyi sok minden másnak, tehát tulajdonképpen ez egy jubileum is, meg nem is. De érdekesség még, hogy ez azt jelenti, hogy idősebb, mint a nagy budapesti tavaszi művészeti fesztivál, régebben rendezzük meg ezt folyamatosan évek óta. Az alapító atya pedig, mint oly sok minden másnak, kerületünk jelenlegi doyen díszpolgára Nemes László, az ő szívében, lelkében született, és hát sok más díszpolgár is felkarolta itt, ahogy körbenézek, szintén látok többeket. Csák Jóska maga is díszpolgárunk jelen van, Bakos Miklós, László Éva, Luizi néni, Munkácsi Karcsi bácsi képviseletében, úgyhogy jó kezekben van a kultúra, és ez látszik abból is, hogy kik a díszpolgáraink, illetve hogy mindig számíthatunk rájuk. A 48. Budafok Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál gazdag programkínálatának egyik büszkesége a mai esemény, melyen kerületünk amatőr művészeinek tehetségében gyönyörködhetünk. Konfucius szerint a zene olyan gyönyörűséget vált ki, amely nélkül az ember képtelen meglenni. E társulat produkciójának külön varázsa, hogy ők a mindennapi civil munkájuk mellett szánnak időt, szeretett elfoglaltságukra. Saját, egymás és a mi szórakoztatásunkra. Kerületünk gondozásába vette Csák József tanár úr kezdeményezését, az alapító atya, azért, mert fontos számunkra az elérhető kultúra, a mindenki számára elérhető kultúra közvetítése. Nekem pedig ma estére, ma délutánra nincs más dolgom, mint hogy előre is szívből gratuláljak a mai programhoz, melyhez jó szórakozást és remek kikapcsolódást kívánok. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen. Hogy mi, ahogy még kell, hogy még.
Never leave.
20 éves vagyok, Istenem beszélhez. Tápkarokkal vár a nagy világ. Május van és neked kék az ég is, s mindig a harmatos világ. 20 éves vagy, Istenem beszél is, úgy szeretnél felnőtt lenni már, de neked össön fel az ifjúság, mert úgyis elszáll, sietetni áll.
székelykeserves, a Kodályban a székelykeserves élet, de előtte el kell mondanom, hogy ma reggel hallottam egy jegyzetet a rádióban. És nagyon érdekes volt, azt írta a főhős, hogy egy pincér kisványtól elbúcsúzott, aki azt mondta, hogy elmegy Ausztráliába, és azt mondja, és mikor látjuk legközel? Szóval semmikor nem jövök vissza, csak odafelé váltottam jegyet. Szóval, és a Honvágy? Szóval, hát majd csinálok lecsót. És aztán elmesélte később, mikor visszajött, hogy egy nap tényleg csinált lecsót, vett ottani zöldségeket, ami ugyan nem olyan ízűek voltak, mint az itteni zöldségek. Vett kolbászt, ami ugyan nem is, nem is úgy hívják meg, nem is olyan kolbász, mint nálunk, és aztán nem talált csípős paprikát, tehát vett bele csiliport. És aztán elkezdte egyedül majszolgatni ezt a készítményt, és aztán a csípős csilitől hát elvett a kicsit a könnye, aztán elvett még jobban, és aztán folyt patakokban. Úgyhogy az a helyzet, hogy ugye Adinak van egy verse, hogy felfeldobott kő, földetre hullva, kicsi országom újra meg újra hazajöv a fiat. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbusong, és lehull a porba, amelyből vétetett. Hát Kodály Zoltánnak ez a székely keservese is úgy szól, hogy egy pici akkord jelenik meg, egy csendes akkord, és aztán ebből kibontakozik egy nagy dráma, három versszakkal ez a kis mű, és aztán visszaesik a porba, visszaesik ugyan ebbe a csendes akkordba. Kodály Zoltán székely keserves, köszönöm a figyelmet! És nagyon komoly darabokkal jönnek, és általában egy fél évben olyan 4-5 előadást csinálunk meg, úgyhogy ma is, mivel nem volt elég próbánk, már 3-kor mi itt voltunk, és 3-tól próbáltunk 5-ig, úgyhogy meg kell mondjam azt önöknek, hogy van olyan énekes társunk, aki pedagógus, akár a kerületben, vagy építészmérnök, még a felesége is, és majd a gyerekek is biztos azok lesznek. Aztán van olyan, aki a kereskedelemben dolgozik, van olyan, aki
a diplomáciában dolgozott valamikor, és így tovább. Tehát nagyon jó civil polgári foglalkozásaik vannak, és ezt a műfajt, az éneklés, ezt szívük lelkük ügyének tartják, és nagyon komolyan veszik. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy valamennyi itt fellépő énekes társamra nagyon büszke vagyok, mert rettenetes sokat dolgoznak, és nagyon fejlődnek. Úgyhogy fogadják őket nagy szeretettel. Az én kedvesem a hegyre ment el, a hegyre áll, hogy áll a csalmaság lefeledjen, mert nagyon fáj. Kinyúltak rá te fortalával, sem mint a nő. Ám úgy, ahogy te még a tűse lánya, a szembenő. Szálljunk, szálljunk, érzegélt alá, szálljunk, szálljunk, érzegélt alá. Kulikulé, kulikulá, kulikulé, kulikulá, érzegélt alá, kulikulé. Yeah.
elmi meg csendben. Hónap a kopon hegemünk, alig bír járni lábain állni, szívében mégis ott én a terünk. Városba érve, vártam népben, e csillogó fényes terep ajtaján. Vére feldobban, a szíve megdobban, tüzébe kipeg a vércigány. Nagyságos uraim, kérem, nem tudom is mernek elég. Kérem, én sokat húztam, valaha réges rég. Egyszer még hagy muzsikáljam, a szívemből úgy igazán. Élnék a vincigány, öreg cigány, szegény cigány. Csendett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, mulatottam ugye? Nyissam a kajtót, s ezt a vénajtót. Látni szeretnék, repülni tudom. Ugrik a pincér, pinc a pincér, s kint van az ember, és a magány. Jó öreg párja már, halva találja, beszól az ágyú. Uram, jó nem muzsikál, sohasem vár. Csendes meg a vincigány, valamban sírva tanulja, hogy élt egyszer egy cigány. Öregszik végig, erdőben a buszában, vad galambom a fán. Oh.
Szórakoztató előadással, és akármilyen habkönnyű a szórakozás, mindig kell lenni egy igazi jó előadásnak, egy mélypontjának. No, nem színvonalbeli mélypontjának, hanem a kedélyben, az átélésben kell lenni egy olyan kis mélypontnak. Most én választottam egy Schubert kis művet, ami igazából a májusi rajongásnak a hangulata, de valahol a közepén egy picit megszólal egy nagyon kicsi, komoly, szenvedélyes hang. Úgyhogy Schubertről csak annyit, hogy rettenetes, hogy mennyi művet írt az alatt a 31 év alatt, amit élt, és még fiatalabban halt meg, mint Mozart egyébként. És ugye egy alkalommal annyi műve volt, hogy egy alkalommal azt mondja, hogy jaj, de szép dalt énekel itt valaki, mi ez? És mondják, hogy ez a te dalod, te is az. Ennyi Schubertről. Úgyhogy akkor következik az impromptu, az Azur impromptu. Köszönöm a figyelmet előtt.
hogy valójában fantasztikus vagy, mi is nagyon élvezünk itt hát. Azon az alapon, hogy üssen ezen, de akarom, akarom, akarom.
mosolyognak rajta, de mindig van ki egyetért vele. Yeah.
Az a legmegtiszteltebb pontja, amikor egyszer csak megáll a levegő, és a szerelmesek egymással találnak, és minden megnyugszik, és minden elcsitul egy pillanatra. Hát ez a denevér parafrázisnak a közép része. Hallgassák szeretettel, köszönöm a figyelmet! Thank you.
Thank you.
az együttesünk, amit meg tudtunk mutatni önöknek, és most a szuper vendégek következnek, méghozzá Csonka Zsuzsa és Decsi Ági Ágnes, akikkel az Operaházban annak idején nagyon sokat dolgoztunk, és azóta is sokszor megjelennek a műsorokban. Ők egy nagyon érdekes számot fognak elénekelni, Offenbachtól az Eljegyzés lámpa fénynél című zenés műből egy duettet énekel a két művésznő el, úgyhogy fogadják őket olyan nagy szeretettel, amilyen nagy öröm nekünk is, hogy bármikor, ha kérjük, akkor eljönnek és énekelnek. Tehát Csonka Zsuzsa és Decsi Ágnes fogja énekelni Offenbach Eljegyzés lámpa fénynél című művéből egy fantasztikus duettet. És utána elköszönünk majd, fellépési sorrendben behívom a hallgatós a szereplőket, és elénekünk egy olyan zeneszámot, amit önök is ismernek, és azt kérdésem, hogy segítsenek majd benne, és ők is jó, köszönöm szépen! Vitatkoztunk Ágnes kolléganőmmel, hogy most akkor itt most az opera vagy az operett élvez előnyöket, és figyeljenek rá. Opera. Nem, opera. Nincs igazad. De igenis igazam volt nekem. Opera mindenek előtt, ezek szerint. Opera csak is az operett után. Után? De nem is előtte. Persze, hogy nem előtte, Zsuzsikám, hanem fölötte. Torony magasra. Ugyan, micsoda elfogult vakság. Micsoda vak elfogultság. Oh.
Thank you.
teljes álmodás. Kívánom az emberek!